Kedves nézőink, éppen egy éve, hogy az életünk részévé vált a koronavírus, mint járvány, és hát az emberek többsége megtanult együtt élni ezzel a betegséggel, vagy ezzel a veszéllyel, fogalmazunk ki, de van egy kisebb része, amely még mindig nem, és hát a járványnak az a tulajdonsága, hogyha a kisebb része nem tanul meg vele együtt élni, akkor a nagyobb rész is hiába. Ezért is, és mivel most gondolom mindenki látja, mindenki hallja, hogy hát elért bennünket a harmadik hullám, és minden eddiginél erősebb, minden eddiginél többen betegszenek meg, sőt súlyosan. És ezért is kértünk egy szakavatott embert, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy mi is a teendőnk. Ez pedig nem más, mint dr. Juhász Gizella, akit nagyon sokan ismerhetnek, hiszen a Sátoraljóújhelyi Erzsébet Kórházban és itt nálunk Sárospatakon is nagyon sok beteg ember találkozott már vele, és ha mondhatjuk így, talán mint egy kicsit jó tündér a Covid-járványban itt örködik az egészségünk felett, még néha nem csak a rendelésen, hanem közösségi oldalakon és telefonon keresztül is. És hát azt javaslom, hogyha doktornő is benne van, akkor kezdjük el egészen az elejétől, hogy menjünk lépésenként végig azon, hogy honnan, mivé alakulhat ez a betegség, hogyan lehet ellene védekezni, milyenek a gyógyítási és esetleg kezelési megoldások. Szóval, hogyan tegyük azt, hogy ne kapjuk el? Mit tegyünk annak érdekében, hogy ne kapjuk el ezt a vírust? Egy évvel ezelőtt, amikor indult ez a járvány, ugye mindannyian tudjuk már, hogy Kínából, Wuhanból indult, azt vették észre, hogy nagyon különös tüdőgyulladás jelentkezik a betegeknél. Ez teljesen másként viselkedik, mint egy bakteriális tüdőgyulladás, vagy esetleg az influenza járvány során észlelt tüdőgyulladások. Teljesen másként viselkedik, és ezért nagyon is csalóka. Ugye számos alkalommal hallottuk, hogy muszáj, hogy elkerüljük a kontaktusokat, védeni kell magunkat a maszkkal, a távolságtartással. Itt a maszkoknak a különböző típusait is meg kellett ismerjük az elmúlt év alatt, akár akaratunkon kívül is. És sajnálatos módon nem is úgy viselkednek a tünetei alapján sem ez a víruscsoport, a koronavírusok, mint más egyéb vírus. Ugyanis ez a vírus nagyon sokáig az emberi szervezetbe képes szaporodni, anélkül, hogy bármiféle tünetet okozna. Sokan elmondják, hogy fáj a torkom, kapar a torkom, mandula gyulladásom van. Nem. Sajnos a jelenlegi pandémia során kiderült, hogy ezt mind-mind a COVID-fertőzés okozza. Van, aki azt mondja, hogy influenzás. Az influenzával szemben most ez a nagyon nagy mértékű maszkviselés megvéd bennünket. Tehát ezt is ki kell, hogy húzzuk. Mindenki, aki azzal jön, hogy influenzás, kiderül, hogy pozitív a tesztje, sőt, hogyha megnézzük a továbbiakban, már a tüdőgyulladás is észlelhető. Abban az esetben, amikor van egy-két napos láz, influenza esetében normál körülmények között, ugye tüneti kezeléssel, lázcsillapítással, vitaminokkal, bő folyadékkal túl lehetünk rajta. Koronavírusnál nem. Egészen egy középsúlyos koronavírus fertőzésig el lehet szinte tünetmentes állapotba kerülni, amikor jelentkezik ismételten egy láz. Egy hosszú, viszonylag tünetmentes periódus után már egy középsúlyos koronavírus által okozott tüdőgyulladással állunk szemben. Most, hogy mindezt elkerüljük, ezért szükséges lenne a lehető legkevesebb kontaktus, mindenki lehetőség szerint csak akkor menjen gyógyszertárba, orvoshoz és boltba, amikor feltétlenül muszáj. Láthatjuk a híradásokból, hogy ismételten emelkedik a fertőzötteknek a száma és a lélegeztetőgépen levők száma, valamint a kórházi kezelések száma is. Kihez kell fordulnunk? Tehát ha fölmerül a gyanú, hogy nem a hideg sörtől fáj a torkunk, vagy a hátunk a húzattól, akkor, hanem fölmerül a gyanú, hogy tényleg ezen már jóval túl vagyunk, kihez forduljunk elsőként? Hát elsődlegesen mindenkinek javaslom, hogy telefonon keresse fel a házi orvosát, hívja fel, tájékoztassa a tünetekről. Ha a házi orvosban felmerül annak a gyanúja, hogy ez koronavírus fertőzés, akkor mindenképpen teszt, mintavétel szükséges, és ennek az eredményétől függ minden további kezelés, terápia. Kiderül, hogy pozitív a tesztünk. Mi a teendőnk ilyenkor? Óriási kérésem lenne mindazokhoz, akik most hallanak. Ha van egy pozitív tesztjük, legyenek szívesek nem otthon várni, vitaminokat és folyadékot fogyasztani, hanem azonnal meg kell kezdeni egy kombinált gyógyszeres kezelést.
Ha otthon várunk, nagyon szépen bele lehet csúszni egy olyan tüdőgyulladásba, aminek sajnos a végkifejlete az intenzív osztály lehet. Tehát mindenképpen házi orvost keresni kell, és egy kombinált gyógyszeres kezelést alkalmazni. Mindezek ellenére ugye előfordulhat, hogy súlyosbodik az állapot. Tapasztalatból tudom, hogy nehéz az embernek a komfortzónáját föladni. Tehát otthon fekszik a saját ágyában, tegyük föl, tud tévét nézni, magnót hallgatni, rádiót, és hát próbálja eltolni azt az időszakot, amikor a, hát ugye a kórházi nem túl kívánatos körülmények közé kerül. Mi az a pont, amikor ezt az egészet föl kell adni, és hívni kell a mentőket, vagy egy szakorvost? Amikor egy viszonylag tünetmentes periódus után jelentkezik egy hőemelkedés, vagy ez láz, ez már azt mutatja, hogy ez a folyamat halad előre. Nem állt meg a vírusnak a szaporodása a szervezetbe, és ez már a tüdőgyulladást mutatja. Tehát akkor mindenképpen házi orvos, OMSZ, COVID-ambulancia, mindenképpen kórházi kezelés lesz szükséges, attól függően, hogy milyen stádium a tüdőgyulladás. Minél előbb fordulunk orvoshoz, minél előbb kérünk segítséget, annál jobb esélye van a gyógyulásnak. Tehát nem kell heteken keresztül kórházban maradni, hanem lehet akár 5-10 nap alatt meg lehet gyógyulni. De ha sokáig várunk, nagyon-nagyon sok maradvány tünetet sikerül összeszedni. Mi történik az emberrel a kórházban, hiszen azt tudjuk, hogy hát ilyen kószahírekből tudjuk, hogy ott mi zajlik, de mi történik az emberrel, amikor bemegy, kiderül, hogy mondjuk egy középsúlyos tüdőgyulladása van? Amikor egy középsúlyos tüdőgyulladással állunk szemben, ugye először is megnézzük a gyors tesztet, hogy annak milyen az eredménye. Ha a gyors teszt eredménye negatív, akkor mindenképpen csináltatunk PCR tesztet is. Elkészül a mellkas CT, és valójában a koronavírus fertőzés stádiumát legjobban a CT-vizsgálat fogja diagnosztizálni. Sokszor előfordul az, hogy egészen jól érzi magát a beteg, de a CT-n már látszik az elég súlyos diagnózis. Tehát a CT-vizsgálat, és ezt követően jön a komplex gyógyszeres kezelés, az oxigénterápia, a favipiravir, a remdesivir infúzió, attól függően, hogy milyen stádiumban vagyunk, illetve milyen az oxigén szaturáció. Ugye nagyon sokszor halljuk az utcán párbeszédben, hogy hallottad, hogy őt és őt elvitte másfél-két nap alatt a COVID. Vajon valóban másfél-két nap az az időszak? Nem, azért ennyire nem gyors a lefolyása, bár a mutáns vírusoknak a szaporodása az gyorsabb, mint az eredetileg indult wuhani koronavírus járványnak. Sajnos a legnagyobb problémát abban látom, hogy az emberek várnak otthon. Várnak, hogy nem is akarják elhinni, hogy ilyen létezik, de létezik. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy higgyék el nekem, hogy létezik, és komolyan kell venni. Nem szabad várni, mert nem másfél nap alatt viszi el, de ha 8-10 napig otthon lázasan fekszik, akkor annyira előre haladott tüdőgyulladása lesz, hogy valóban előfordulhat, hogy ilyen gyorsan ebbe bele lehet halni. És valóban halálos kórkép lehet, ha nem kezeljük időben. Tegyük föl, hogy a páciens kigyógyul a betegségből. Egyre többet hallunk erről az úgynevezett, megpróbálom jól kimondani, post-covid traumáról, amely, hát beszéltem olyan emberrel, akinek világ életében alacsony vérnyomása, lassú pulzusa volt, és most gyors a pulzusa, légzési nehézségek maradnak fönn, álmatlanság, sőt cukorbetegek, akiknek nem lehet levinni a cukorértéküket. Mikor kell ezzel szakorvoshoz fordulni? Ez elmúlik magától, vagy pedig kezelést igényel? Ez a post-covid szindróma, ez akár hónapokig is fennállhat, 3-4-6 hónapig. Az emelkedett vércukorszint az részben az egyik gyógyszernek a mellékhatása, amit muszáj adnunk a dexametazont ahhoz, hogy a citokén vihart a szervezetbe elkerüljük, ami gyakorlatilag egy olyan erős immunválaszt próbál megszüntetni a szervezet számáról, hogy ne tegye teljesen tönkre a tüdő állományát. Ugyanis a legnagyobb probléma a citokinviharnál az, hogy önmagában ez a vírus, ez nem a tüdő állományát teszi tönkre, hanem az érrendszert. A tüdő erejébe vérrögképződést okoz, és ezeken a rosszul oxigenizált területeken alakul ki a tüdőgyulladás. Tartósan egy tüdőfibrózis alakulhat ki, akinek nagyon súlyos tüdőgyulladása volt. Gyakorlatilag ez, ennek a megítélése a gyógyulást követően úgy 2 hónapon belül felbecsülhető, hogy mégis milyen mértékű maradt vissza, de
Önmagában az a szorongás, ami lejátszódik az emberben, amikor fullad, rosszul van, erős mellkasi fájdalmai vannak, ez szintén szerepet játszik az alvászavarban is. Nagyon sokan depressziósak lesznek, tele vannak szorongással, mindenképpen a későbbiek során ezeket kezelni kell. A mellkasi fájdalmak szintén visszamaradnak, illetve mivel a szívnél is okozhat különböző elváltozásokat, a folyadék lehet a szívburokban, különböző ritmuszavarokat, az ingerület vezető rendszernek az elváltozását, ezért mindenképpen fog növekedni a kardiológiai szakrendelés betegeinek a száma is, mert ezeket a betegeket már el is kezdtem kontrollálni. Utolsó kérdésként, az elmúlt hetekben, ugye most a gyógyszertárban mindenki számára elérhető egyfajta teszt, amellyel gyakorlatilag valamilyen módon kontrollálhatják azt, ami folyik a szervezetben, de végül is mire is jó ez a teszt? Mikor lehet ezt használni, vagy mikor mond nekünk valamit? Ezeknek a teszteknek a pontossága is nagyon változó, 60-95%-ig. Tehát abban az esetben, hogyha valakinek tünete van, vásárol egy tesztet a gyógyszertárba, és ennek az eredménye negatív leletet mutat, mindenképpen tovább kell vizsgálni. Vannak tesztelési pontok, a házi orvosokon keresztül ugye lehet kérni a tesztelést, itt Sárospatakon is van erre lehetőség, illetve ha ez negatív, ez a gyors teszt, akkor meg a PCR teszt elvégzése mindenképpen szükséges, de pont a közelmúltban volt egy ismerősöm, aki kontaktként szerepelt, készítettünk neki egy gyors tesztet, gyors teszt eredménye negatív volt, pénteken a PCR teszt eredménye negatív volt, de mivel ezek a mutáns vírusok gyakorlatilag 100%-ban megfertőzik azt, aki kontaktként szerepel, nagyon-nagyon kértem, hogy mérje a testhőmérsékletét. Pénteki negatív PCR tesztet követően szombaton volt egy hőemelkedése, vasárnap láz, és akkor már a CT-n jobboldali tüdőgyulladás is. Kedves doktornő, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és ezt sok gyakorlatias, szépen. Hasznos dolgot elmondta nekünk. Nézőinknek pedig a figyelmet, és hát nem csak a figyelmet, hanem arra kérem önöket, hogy nem elég a pálinka, nem elég a vitamin, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra is. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra.